Köszöntelek titeket, drága nézőim! Eljött a Nova Strike DLC legújabb túravezetése, újfent karrier assault módban. Lost Island a mai kihívásunk. Kérem szépen, hölgyeim és uraim, olyan visításban lesz részünk, mint életemben talán soha, és mit művel az a drága kolléga? Nem hiszem el. Kibillantett az egyensúlyomból, úgyhogy kénytelen voltam mögé sorolni, és annál lassabban tudok beérkezni a D pontra. És most megközelítjük az E-t is, és rövidesen itt lesz a közelben egy drága jó enemy helikopter, és valahogy túl kéne élni, közben az atakbót is próbálja megkerülni a szigetet, azonnal fedezékbe próbálok vonulni itt a repülőgép roncsnak a maradványai között. Istenem, és úgy néz ki, hogy sikerült befoglalni az E-pontot. Jaj, micsoda küzdelem, kérem szépen, de már is támadni fognak minket a drága jó úriemberek, azt mondja, valahol itt kell legyen, és ott volt, de hát még a kollégáim idő előtt kivégezték szerencsétlen úriembereket, úgyhogy elég könnyű küzdelem volt ez idáig. Most a helikopterrel kellene valamit kezdeni, az a gond, hogy pont szerintem engem fog kiszúrni, mert én vagyok járműben, és a helikopteres fickók előszeretettel próbálják a járműves fickókat megpocsékolni. Úgyhogy már is azon nyomban megpróbálom elhagyni a kis légpárnásomat, de hát mit ad Isten, az ilyen helikopteres csókák ellen, akiknek állandó javító személyzete van, bizony nehéz felvenni a küzdelmet, úgyhogy hamarosan el is haláloztam. Hát az állás jelenleg 3 pont van a mi kezünkön, és úgy néz ki, hogy a mi anyahajónk kezd erősödni, de az a helikopterre csak kéne valamit kezdeni. Az a gáz, hogy én vagyok az egyetlen, aki megpróbálja leszedni, úgyhogy egy kicsit macerás lesz. Készüljetek fel, hölgyeim és uraim, arra, hogy én itt most egy darabig szenvedni fogok a helikopterrel. De azt hiszem, itt van egy másik helikopter, meg kéne próbálnom a gét befoglalni. Hát vagy össze fog jönni, vagy nem. Most eléggé random módon találtam ki magamnak ezt a projektet. Azt mondja, elhelyezek itt egy pár aknát a biztonság kedvére, az mindig jó, hogyha van, és nem mozdul a csík, magyarán egy ellenség van a közelben, és báj, már megint itt volt mellettem. Hát mondjuk én meg jó hülye voltam, meg középen mászkáltam, mert hogy fedezékbe próbáltam volna megosonni. Na mindegy, ez is egy érdekes tanúsága volt a mai küzdelmünknek. De amúgy a karrier assault módot én az elején egy kicsit úgy, hogy is mondom, ilyen kétkedve fogadtam, hogy hú, hát nem lesz ez annyira, mit tudom én, hű, de nagyon újítás, hisz félig meddig Conquest, félig meddig Rush mód, és valahogy a Dice-osok megtalálták azt a pont, azt a jó egyveleget tényleg ebbe a karrier assault-ba, hogy mindig gyakorlatilag feljöttem játszani ebben a módban is kb. Olyan az esetek 80-85%-ában bizony izgalmas befejezése volt, mert ez az egyetlen egy most szerintem, ahol a vesztett csatánál is lehet győzni. Ez alatt azt értem, gyerekek, hogy mondjuk meg tudjuk védeni az anyahajónkat, és hát nekünk van kevesebb tikettünk, és az ellenség annál jobban próbál meg a mi anyahajónkra benyomulni, hogy felrobbantsa az M-komokat, és cselesen mi meg megtámadjuk az ő M-komjukat, és adott esetben, hogyha nem nagyon figyel a team, volt már ilyenre példa, akkor bizony a gyakorlatilag elvesztett küzdelmet is meg tudjuk így ezáltal nyerni. Hát egy fickóval sikerült már végezni itt a... Úristen, milyen pont, egy G-pont környékén. Ja nem, D-pont. És másik úriemberrel is sikerült, de még mindig itt a minimapra tekintve látható 2 darab piros háromszög. Úgyhogy valahol itt bujkál még az úriember, és ott lövöm, és nem pusztul meg. Hát miből van ez a fickó, te jó Isten? Bezzeg a kollégája az 2 lövésből meg. Na hát, mi meglepetés a szemnek. Na jó van. Nem adjuk fel a küzdelmet, de nem arról vagyok híres, hogy én itt a felén én meg szoktam állni. Azt mondja, ott van egy atakbót, hát próbálkozzunk meg ezzel. Még atakbótnak a minigánja mellett nem nagyon szoktam szeretni tartózkodni, egyrészt, mert általában az ellenség is mindig úgy próbálja célozni az atakbótot, hogy a végein találjon az RPG, vagy legalábbis a körül. Ennek az az egyik oka, hogy általában aki a minigánnál van és RPG találja az atakbótot, akkor biztos, hogy az ott elhalálozik az az illető úriember. Úgyhogy ezért is szoktak már csak ebből a szempontból ilyen előszeretettel ott viaskodni. Hát sikerült egy fickóval itt végezni, és húzzuk vissza a zászlót, és próbálok itt tosolni valahol megint a repülőgép maradványainál. Olyan fura hangot hallottam a hátam mögött, de hát azt hittem leszpanolt rám egy kollégám, de hát hülye voltam, már nem. És persze, hogy ezek mindig jó időbe spanolnak jókor, úgyhogy már is ketten vannak itt, és elkezdték visszahúzni a zászlót.
Ja, istenkém, hát nem lesz egyszerű ez a küzdelem, már is nyomulunk ide vissza a szigetre, csak úgy hemzsegnek itt az enemik. Hát próbálok ilyen távolról lövéseket leadni a fickókra, ezért csak szerintem azt fogom elérni, hogy felhívom magamra a figyelmet, mindesetre ismételten sikerült visszaszereznünk az elpont fölött az uralmat, az állás jelenleg 77%-a mi anyahajónknak, 68% az ellenség anyahajójának. 3 pont van a mi kezünkön, na végre valaki, akit sikerült megölnöm. És persze, hogy mögöttem van megint valaki, aki meg akar engem pocsik. Hát hülye helikopteres fickó, fú, de utálom én ezt, Istenem. Pusztítsa már el valaki ezt az embert, de komolyan mondom, és én a hülye igláma nem bírom megölni, már állandóan javítja valami csóka. De most komolyan, oké, értem én csapatmunka, meg stb. De ki az a fickó, aki állandóan úgy megy fel egy izére, hogy oké, majd javítalak, és akkor annyit csinál egész kör alatt, de most úgy őszintén. Hát jó, biztos vannak ilyen elvetemültek, csak egy kicsit idegesítő, hogy gyakorlatilag így Isten módba lép át a helikopter legénység. Elpusztíthatatlan fickókkal egyetembe. Na, mindegy, megpróbálom uralni az idegrendszeremet, és továbbra is megkeseríteni az ellenség életét. Hát ez vagy össze fog jönni, vagy nem. Hát még mindig tartjuk az erd, de továbbra is itt van ez a helikopter, Istenem, nem bírom, és elkezdett lefele menni a csík, és hát le is abároltak. Ó, hát még kilométerekről lőjél le. Még most úszik be a csávók a zónába, de már azért meghaltam. Nem tudom, mostanság formában vagyok, kezdem úgy érezni. Amúgy, hát ez a karrier az se úgy, azért az egyik legdrámaibb mérkőzéseket okozta nekem idáig. Idáig úgy voltam a BF4-gyel, hogy mit tudom én, hát jó, meg azért tényleg el lehet vele így lövöldözni, meg mit tudom én, de publikon ilyen nagyon drámai küzdelmek nem nagyon szoktak lenni. Általában vagy az van, hogy az elején úgy nagyjából kiegyenlített a mérkőzés, aztán valaki úgyis lelétszel a szerverről, és akkor már nem annyira kiegyenlített a mérkőzés. Na, végre valaki, akivel sikerült végezni, a persze, hogy nincs időm tárazni. Minek is? Jaj, ez az SR2, hát ez nagyon kellett, Istenem. Ezzel nem tudom, kitalálták ezt a fegyvert, tehát gyakorlatilag reagálni nem tudok rá, már halott vagyok. Mindenesetre úgy látom, mintha valami hatott volna. Ó, igen, és megöltem valakit aknával. Jó van, szeretem ezt. Na de, hát jó, nem aknával, mágneses aknával, akkor így mondom. Na, azt mondja, csak vissza kéne menni a gére, mert nem szeretem, hogyha bosszúállás nélkül marad a halálom. Én már is próbálkozok itt megint bosszút állni, valahogy valamilyen formába. Hát a szokásos kis aknáimat elhelyeztem itt a környéken. Úgy, hát eddig kifizetődő volt, úgyhogy gyanítom, ezt állni is az lesz. Begyomultam a G-nek a területére, legalábbis megközelítettem, azt próbálom felmérni az ellenség hollétét, mert tudom, hogy itt bujkál valahol a fickó. És nem is, nem. Ó, ez az is, meghaltok, belementek az aknáiba, Istenem, sírok. Ja, jó van, na, akkor elkezdtük húzni a G-t. Meg megpróbálok valami nem annyira feltűnő helyen lenni, ahol még húzókörön belül vagyok, és ott a nyomorúságos helikopter. Gyere csak errefele, hagyjajjelek meg. Az persze, hogy kinyomott magából valami túrót. Nem baj, azt hiszi, hogy itt majd fedezékben van. Ja, na. Ez az, pusztulj, te szemét, pusztulj. Hát és persze, hogy nem halt meg, még mindig ott javítja a csimpi-csumpi móka, úgyhogy már is fedezékbe kell, hogy menjek. Nagyon nem egyszerű ez a helikopterrel felvenni a kontaktot. Mindenesetre a gétet sikerült befoglalni egyelőre. Ez sikerült kinyomni megint egy iglát, de hát még mindig nem pusztul meg ez a szerencsétlen. Pedig már olyanok a semzek rá, hogy besírok. És még mindig tartjuk a gét, és még mindig itt a helikopter. Talán most már elmenekül innen a francba. Igen, hála a jó Istennek elment, úgyhogy sikerült megvédeni a pontot egyelőre. Elnyomok még egy ilyen túró, de hát ez már semmit nem ért, mert kinyomott magából megint egy elterelőt. Hát az állás, az 63%-a mi hajónknak és 44% a csúnya rossz szeneminek, úgyhogy egyelőre még jól alakul a küzdelmünk. Remélem ez a továbbiakban is így fog tartani, de lehet, hogy mivel azt hiszem, ha jól tudom, 40%-nál nyílik meg a ajahajó fedélzete. Lettévedek, lehet 45%-nál, mindegy, most nyomtam egy redeployt. És már is megyek támadni az anyahajót, mert szeretném gyorsan lezárni ezt a küzdelmet. Nem nagyon szabad hagyni, hogy a ellenfél felmérje maga körül a helyzetet, úgyhogy már is nyomulunk oda szépen. Ja, és még átváltottam alsó útra, mint azért inkább az előnyös, mint a mérnök, bár ezek sokan vitatnák, mert például a C4-es mesterlövész, vagy support, vagy hát ilyen hasonló jellegű kollégák itt eléggé tudnak érvényesülni, jó, mondjuk ez inkább a védőzónában, mint a távadóban, mondjuk úgy, hogy sikeres, de azért lehet itt is érvényesülni elég rendesen. Nos, hölgyeim és uraim, kérem szépen, nem mindennapi küzdelem ez, még most sem.
nagyon kiélezett a harc, és bármikor történhet itt valami csetepaté. Hát az az úriember elment innen, úgyhogy megpróbálom itt a többi fickóval, akik odaolem próbálják az AM-komot megőrizni, felvenni a harcot. És hát persze, hogy visszajött a mögöttem található úriember. Hát most nem jó helyezkedek, megmondom nektek őszintén, csinálhatnám jobban is. De az örömmel vettem tudomásul, hogy most már kezdek az él felé kúszni. Mondjuk elég gyalázatos módon, de azért kúszok rendületlen. És még mindig itt vagyunk az AM-kom közelébe, és próbáljuk az ellenséggel felvenni a harcot. Hát elnyomtam egy gránátot, de hát semmit nem ér. Közben ezeket halomra lövik. Hát az egy kollégát felbírtam húzni, hát őt már nem sikerült. És persze ez mindig az életembe kerül. Jajjaj. Nagyon nem egyszerű ám itt a helyzet. Lehet, hogy a M320 LVG-vel kéne próbálkoznom, de még egyelőre nem érzem magamban az erőt. Ja, nézzük mi, és még mindig itt van is, persze, hogy én nem semzek rá. Na, Manó vigyene. Na, már megint a kollégámmal végzett az illető úriember. Azt hiszem próbálok ide egy medic pakkot dobni, mert úgy nézem szükség lesz rá. És. Szépen töltődnek vissza a srácok, megpróbálok most a másik oldalt kerülni, hát, hogy kevésbé koncentrál az ellenség. Érzésem szerint azért, na persze, nem volt ez olyan egyszerű. Na jó, van, visszafelélesztettek, és próbáltam volna kicsit magamhoz térni, hát megint nem jött össze. Áj, Istenem, hogy fogok én így akármit művelni? Jó, hölgyeim és uraim, kérem szépen, hát ez... Kezdek egy kicsit bepörögni ettől a mérkőzéstől. Továbbra is támadjuk az anyahajót. Azt hiszem, mintha az ellenség elkezdett volna a helikopterrel felszállni, na... Meg jó, hogy most vagyok izé, meddig pedig most mérnökkel jól lett volna az igla. Nem baj, azt a fickót el fogom kapni, úgy érzem. Ej, sikerült el is pusztítani. Hát mondjuk utáltam is azt a gyereket, úgyhogy meg is érdemelte a halált. És a másik fickóval is jól van, úgyhogy mászhatunk vissza az anyahajó támadó zónájába is próbál. Hát már villog is az á, úgyhogy már csak azt kéne valahogy megőriznünk. Hát ott vannak a többiek, úgyhogy ennek a felrobbantásával azt hiszem nem nagyon lesz probléma, szerintem már fel is robbant. Úgyhogy hamarosan megnyílik a BM-kom, így van, fel is robbant. Ó, és még azért mindig próbál az enemy kitörni a szorításból. Már is jövünk ide lefele, a zsilipekhez. Hamarosan fel fognak nyílni, hát egyből megpróbálok előre nyomulni, valószínű már számítani fognak rám, de nem egyszer előfordult az is, hogy baromira nem volt még sehol senki. És kb. 10 másodperc alatt el lehetett dönteni a meccs végét, úgyhogy egy életbe belefér. Hát egyelőre nem látok sehol senki, hát most értek ide pont. Hát itt mindesetre megpróbáltuk. F2000. Ja igen, ez a másik kedvenc fegyóm már. Védekezéshez az alsó útmód, az AS-23 és az F2000 a legajánlottabb. Plusz még C4, meg mindenféle robbanó töltet. És úgy látom, hogy a mi anyahajónkat is elkezdték támadni. Hát lesz squadot váltok, még próbálkozok egyszer benyomulni, aztán majd meglátjuk, hogy mi újság van. De az állás 42%-a mi a anyahajónknak és 29% az ellenségnek. Jaj. Ó, és persze, hogy ott bujkálsz, és... Még jó, hogy nem is sebe. Oda nyomtam egy M320 elvégét, és még csak sebezni se sebzett. Azért ez mi durva már? Na, mindesetre megöltem az ott álltó fickót, csak az a baj, hogy többen vannak, mint kéne. Jaj. Na, felélesztettek, próbáljuk meg előre nyomulni. Ez mi volt? Ilyen reakcióidők nincsenek a világon. Amúgy sokan panaszkodtak meg a GameStar-on is írták, hogy oké, hogy most kijött az új DLC, meg ezzel is voltak valami problémák, meg csúszott, meg stb. De én most azért olyan brutális bugokat nem vettem észre, na látható most a C4 akció közben, itt a killcamból lehet figyelgetni, hogy az úriember dobálja le a lépcsőn, és lehet operálni. Na és akkor az a lényeg, hogy ilyen nagyobb 64-es szervókon, mondjuk Conquest Large, meg ez a Karrier Assault Large. Na persze, ilyenkor még késelgetni is van idő. Na, az a helyzet, hogy lagolnak a szerverek, és én is azt tapasztaltam, hogy nem ilyen brutális lagokra gondoljatok, hogy szaggatva mennek az emberkék, de mintha ilyen minimális csúszás lenne a lövések közt, meg ahogy a reakció időben, nem tudom, olyan furcsa az egész. Mondjuk az első egy-két mérkőzése már nem nagyon tűnt fel, mert akkor még nem is volt fullon tele a szerver, de amikor így megtelik egy ilyen szeró, akkor komolyan mondom, tényleg azért lehet érzékelni bőséggel. És be is kempelt oda a fickó. Na hát én itt át nem fogok tudni jönni. Géppuska letámasztva, plusz még 2-3-4 darab úriember.
Lehet, el kéne gondolkodnom azon, hogy most mivel százalékban még mi állunk jobban, és nekünk van több bázisunk, lehet, hogy akkor a saját anyahajunknál kéne majd kicsit szétnézni, mert azért ilyenkor az erőviszonyok sem nagyon mindegyek, hogy hogy is mondjam. Tehát most mi támadunk, ahogy bírunk, de hát már bekempelték itt valószínű nagy erővel, már nem fogunk tudni átnyúlni, ha csak valami csoda nem történik. És nem tudom, hogy most a mi anyahajunk védésénél mennyien vannak azok, akik védik azt, és akkor lehet, hogy ennél meg tudná fordítani az ellenség a mission-t. Ó, és ott van megint egy fickó, hogy makkolj meg. Az persze, hát én is megmakkanok. Miért is ne? Ájjaj. Mindegy. Ez legalább tanulságos izé volt, lehet, hogy már több támadásban nem próbálkozok. Nézzük meg, hogy meg tudjuk-e védeni az anyahajónkat. Na jó, még ezt az egyet megpróbálom, de... Na persze, hát mert már magamat is megölöm, annyira jó vagyok. Hát végül csak a gyengék nem ölik meg magukat így harc közben, mert én miért is ne. Én legalább adok esélyt az ellenségnek azért, hogy megpróbáljon küzdeni az életéért. Na, most már, mint említettem, visszatérek a mi anyahajónkra. Mivel nekünk is már csak egyetlen egy darab M-komunk van, azért nem áll kicsit óvatosnak lenni. Igazán nem szeretném, hogyha ezt a mérkőzést buknánk. Aj, és ma itt van egy úriember, aj, itt van még egy új, és sikerült végezni az a kettő darab fickóval. Ah, hát jó, hogy nem, hát mizé. Hagyjatok már annyi időt, hogy legalább tárazzak emberek. Na, tiszta feltöltődtem. Tiszta Energizer nyuszi vagyok, és akkor most menni kéne a B-hez. Bevédeni azt. Úgy látom, már többiek legalább itt vannak, ezt a fickót kivégezzük, jó van. Úristen, mi van itt, kérem szépen? És már megint jönnek, fotoltam a fickót, azt is sikerült kinyírni, jó van. Potyognak itt közben ejtőernyőm, és úgy jó lesz oldalra is figyelni valamilyen szinten, de általában akár merre nézek, mindig ott lesznek valahol majd a fickók. Na, ezzel is sikerült végezni, ott van még egy, azzal is sikerült. Mondjuk csak egy kill assist, csak néha ezért úgy ejtem ki, hogy na, itt gyorsabb. Ajjaj. Próbálom figyelgetni a minimapot, csak az a gáz, hogy az anyahajó több szintes, és most akar, most nem tudom kitalálni, hogy épp melyik szinten van az a piros háromszög. Ez néha beszokott engem csapni, nem is kevés alkalommal. Mindenesetre a B-t még úgy nézem, elég jól tartjuk. És még 11%-a van az drága jó úriembereknek, úgyhogy hamarosan szerintem vége lesz ennek a küzdelemnek, ha csak nem történik valami über nagy tragédia. És sikerült azzal az illetőből is elbánni, de persze, hogy megkerültek minket, 62-en. Aj, nagyon-nagyon szoros küzdelem, de legalább örömmel látom, hogy végre én vagyok a csapatból az élen. Kőkemény halálozási rátával elértem, hogy én legyek az első. Megint megpróbálok támadni, mert nem nagyon akar dűlőre menni se így, se úgy a dolog. Úgy látom, már sikerült valamilyen szinten előrébb nyomulniuk. Az is mondja, hello, tia, ó, vele sikerült végezni. De mögöttem is volt megint egy úriember. Az a baj, hogy de egyszerűen nem lehet elég fele figyelni ilyenkor, de most komolyan mondom, hogy mit tehet ilyenkor az ember, de gondolkoztam már ezen annyiszor, hogy hogy tudnak ezek a nagyon pro Meyer emberek karrier alsó út módban is ilyen 40/5-ös meg ilyen KD-kat elérni. Én még erre nem jöttem rá, hogy ezt hogy csinálják. Ó, és próbálom bevédeni itt a drága M-komunkat, mert nagyon rongyolnak itt ránk a fickók. Egyelőre sikerült is. Na. És ilyenkor meg mögöttem vannak, de most a társaim ilyenkor nem védenek, vagy valami ilyes, merre vannak azok a fickók? És úgy veszem észre, hogy el is kezdett villogni az M-komunk, úgyhogy bajok lesznek hamarosan. Ajaj, és villog is, jajajajajaj, Istenem, nem. Valahogy meg kéne menteni a hajót, már azt a szinte, ó, azt még alá is claymorozzák, mit ad Isten? Hát ez így nagyon nem lesz egyszerű, emberek. Hú. De valahogy megoldották a fiúk, és diszarmed lett az M-kom. Hatástalanították a bombát, nem hiszem el, úgyhogy tovább folytatódik a küzdelem, még 7% van az ellenség anyahajójának. Úgyhogy egyelőre, hogyha csak tartani tudjuk magunkat, akkor elméletileg mi fogunk nyerni. De nagyon rohamozzák az M-komot, úgyhogy már is mennem kéne oda, amilyen gyorsan csak tudok. Hát eltűnt innen minden ellenséges úriember, és jaj, diszarmény, jaj, bekapcsolták, úgyhogy most próbálom meg hatástalanítani, és sikerült hatástalanítanom, megmentettem az anyahajót. És oda izgalmak, és még 6% van az ellenségnek, 25% van nekünk viszont... most nem hiszem el, most nézek oda, a kontrollpontoknak a nagy részét befoglalták. Hát így nem fog nekünk csökkenni, vagy nekik csökkenni az a százalék, úgyhogy... Rövidesen innen el kell takarodjak visszafoglalni a kontrollpontokat, hát a G az villog, a CD villog, az F villog. Hát csak az a kérdés, hogy kik vannak vajon ott, és kik nincsenek.
És közben rohamosan támadnak minket továbbra is. Istenem, mi lesz még itt? Könyörgök, hát kegyelmezem, most jöttem ki a kórházból, nem akarok infarktussal visszamenni. Hála énnek felélesztett az egyik kolléga. Még 5 kőkemény százalék, 2 kontrollpont, ha minden jól megy, akkor még így is győzhetünk. Ajaj. Az mondja, csöpkenjél már, a nyomorúság, csöpkenj. És beszürkült még egy. Beszürkült még egy, 2 kontrollpont van az ellenség kezé, 2 szürkén, és jó, már csak 4%. Jaj, Istenem, ott jön még egy úriember. Persze, hogy ilyenkor kell nekem is tárazni, hála égnek a kollégák elintézték. Úristen, nem kapok levegőt, száraz a torkom. Mit évő legyek? Most maradjak itt védeni, menjek támadni, vagy próbáljak kontrollpontot foglalni? Hát ez elég nagy dilemma most ilyenkor. És sikerült ezzel az úriemberrel is kisebb-nagyobb harcok árán segítkezni a halálába, és elkezdett villogni a D, elkezdett villogni az F, a C az még egyelőre a mi kezünkön van, és még 3% van az ellenség hajójából, 19% nekünk, hát rohamosan csökken azért amúgy a mi százalékunk is, és elkezdett villogni a C, úristen, nem hiszem el, már kell ezt vennem az anyahajóról, mit évő legyek, ja Istenem. Oké. Megteszem, amit tennem kell, redeploy, azt megyek a kontrollpontokra, mert hát muszáj vagyok valahogy megoldani ezt a problémát, vagy összejön gyerekek, vagy nem, szurkoljatok már, ez baromi kemény lesz. Na nézzük, az legalább egy pontunk van, ahol le tudok születni, ez jó jel. És pont itt van egy szállító helikopter, na ez még jobb. Vagyunk sokan úgy, hogy hamar be fogjuk tudni foglalni a kontrollpontot, az F az a mi kezünkön van, még 2% van az enemy anyahajónak, és 16% nekünk, 3 kontrollpont van az ellenség kezén, még legalább egy kellene, hogy hamarosan eldöntsük a dolgot, 2%, nem hiszem el embere. És még egyelőre az F a mi kezünkön van, elkezdtük húzni az F, de már is támadnak minket, gyanítom, lefigyelte az ellenség, hogy mire készülünk, a C-t is befoglaltuk. És ez így megy tovább, akkor hamarosan az E is a mi kezünkön lesz, de már is jön befele az ellenség, egyel sikerült végezni, próbálom figyelni a minimapot, hol van még valahol piros háromszög. És itt van még egy úriember, belé sikerült végezni. Úristenem, és csöpken, és nem csöpken, úristen, megint megállt a csík. Hol a francban van még itt egy úriember? Nem hiszem el. És ott van, és nem bírtam megölni 30%. Remélem vannak még ott a többiek is, kivégzik az illető úriembert. Nézzük, hogy áll a mérkőzés, mutassad már, nem érdekel a kilkom. Azt mondja 0%, 13%, de nincsen kontrollpontunk, emberek! Nincsen kontrollpontunk, mi lesz a célre, ahogy le kéne születni. Már is megpróbálok szkadot váltani, megkeresem azt az illető úriembert, aki ott húzza az ászlót. És most lett vége a küzdelemnek. Hú, atya úristen! Hú! Azt hiszem, kell lesz megint valami szívgyógyszer. Hát ez nem mindennapi küzdelem volt, kérem szépen. Azt hiszem az volt eddig életem legizgalmasabb BF4 összecsapása. Hölgyeim és uraim, köszönöm szépen, hogy megnéztétek a túravezetésem újabb epizódját egy elveszett szigeten, ahol szerintem én is egy kicsit megmakkantam. Találkozunk a következő epizódba. Sziasztok!